Már ő a holland csúcstartót, Nelly Koemannak 11.08-a volt, Sipersnek pedig 11.03-a van. Következik a 60 méteres férfi döntő. Kim Collinsnak volt a legjobb ideje, 6.52-vel ő lesz majd a négyes pályán. Mellette majd a hármason Jakubčík, a német. A jó nevű német. Bailey lesz az ötösön majd. Pierre Perez a hatoson. Julian Reusszal kezdik majd a bemutatást, ő lesz az egyes pályán. És Christophe Lemaitre lesz majd a kettesen. Így alakult ki a döntő mezőnye. Két német tehát ott a döntőben. Itt Reuss az egyik, aki szintén ott volt a Zürichi Európa-bajnokság váltó döntőjében, és a német csapattal ezüstérmet is nyertek Svájcban. Tavaly 25 éves rekordot adott át a múltnak, amikor 100 méteren megfutotta a német csúcsot. Christophe Lemaitre fut majd a kettesen, a négyszeres Európa-bajnok. 6.65-je volt az előfutamban. Lukas Jakubčík a hármason a harmadik legjobb idővel került a fináléba, 6.58-al. Az előző futamot ő nyerte meg, vagy a második számú 60-as futamot. És Reusszal ők nagyon jót szoktak versenyezni, hiszen éppen a tavalyi német bajnokságon Reuss volt az első, Jakubčík pedig a második. És a legnagyobb esélyes, a 39 esztendős Kim Collins, aki egy héttel ezelőtt megfutotta élete legjobbját. Jelölve tudni kell azt is, hogy egyszer már visszavonult. Én arra leszek kíváncsi, hogy Rióban megpróbálja-e élete 5. olimpiáját. Mert hogy az az 5. lenne, sőt a London is az 5. lett volna, csak kizárták a csapatból. Igen, tehát ha időket nézzük, akkor Atlantában volt ott először. Tehát Londonban az 5 az úgy megvolt, rajthoz nem engedték állni, ugye egy fatális félreértés miatt, de ezt most hagyjuk, mert az egy vicc kategória volt, amit ott művelt a Szent Kitts Olimpiai Bizottság szerint. Bailey lesz majd az 5-ösön. Neki van a mezőnyben a második legjobb ideje, 6.57-tel. És Junior Perez lesz majd a 6-os pályán. Őt rakták ki a másik szélére. Na vajon tud-e Lemaitre javítani? Vagy a két német közül valamelyik meg tudja szorítani Kim Collins-t. Az egyesen fut majd tehát Reuss az egyik német esélyes, a hármas a Jakubčík. Nagyon jól jött el megint Kim Collins, szerintem ezúttal sem tudják megverni, és bizony ezt a versenyt is behúzza 6.50-nel, és ez versenyrekord. Tudott javítani Kim Collins 200-adot. Bailey lesz a második, és Jakubčík úgy tűnik, hogy ezen az estén a legeredményesebb német ezen a távon, ő lesz a harmadik. Lemaitre nincs ott az első háromban. Lehet, hogy csak 5. Reussnak sem ment ott az egyes pályán. Világbajnok német nem ugrott. Éppen jön a 60 méteres férfi síkfutás végeredménye, versenycsúcs, Kim Collins megint győz, veretlen az idén továbbra is, Szent Kitts és Nevis korábbi világbajnok, a Daniel Bailey lett a második,